túl vagyunk az alelgerszegi mérkőzésen, sajnos egy hazai vereség, és ugye ezzel elvesztettük a hazai veretlenségünket. Miben látod a gyengébb játék okait? A rossz kezdésben, kétszer rosszul kezdtük el a mérkőzést, az első fél időben is sikerült csinálni egy mínusz 10 pontot, és azt tudom mondani, hogy a második fél elején is. Az első fél időben még föl tudtunk állni ebből, a másodikban már kitartott az előnyük a végéig. De ugye a második játékrészt is nagyon gyengén kezdtük, mert elengedtük egy picit megint az Alaegerszeget, tehát a két fél időnek a gyenge kezdése azért az nagy mértékben oka lehet a vereségnek. Hát ez egyértelmű. Ez nem is kérdés, hogy ebben keresendő a hiba szerintem. Illetve az Alaegerszegben voltak nagyon jó extra teljesítmények. Gondolok itt a Szöszire, és ugye a másik két amerikai légiósukra. Mindig jókor tudtak egy demoralizáló hármas dobni. Család, következik ugye a Paks és idegenben. Hát az sosem könnyű, most különösen nem lesz az, mert a lelki teher is rajtunk van, gondolom én. Igen, ez így van. A Pakson sose könnyű nyerni abba a csarnokba. Ha szerintem nézők is kijönnek most, ugye azért karácsony előtti mérkőzés, ott azért nehéz nyerni egyértelmű. Meg kell próbálnunk, nem tudok mit mondani sajnos. Igazából ennyi. Majd kielemezzük Ferivel, hogy mit kell megtenni. Tudod, én nekem az első rossz érzésem akkor volt, amikor 15-17-nél ráemelted a triplát, és akkor így pörgött, és kifele jött a kosárból. Most befele fog pattani, majd esetleg Pakson? Hát ha arra gondolsz, hogy ismerős a csarnok, akkor igen. Reméljük, hogy befele fog fordulni az a labda. Igen, nyilván más otthon játszani persze, de várom ezt a mérkőzést azért egyértelmű. Bécóbát, meg a Bojan Trajkovszkit is azért kicsit oda kell rá figyelni.